A prológ rengeteg kanyart és két ugratót is tartalmazott, a pálya egy részét pedig kétszer is teljesíteni kellett a versenyzőknek. A leggyorsabban a lengyel Jakub Przygonszkinak ért véget a 3000 méter. 2 perc 50 másodperc kellett neki. Minis csapattársai követték őt. Mindössze 4 másodperccel volt lassabb nála Orlando Terranova, 6 másodperccel a szaudi Yasir Seydem, a világkupát vezető orosz Vladimir Vasiliev pedig 8 másodperc hátrány gyűjtött össze. Az 5. helyen a Peugeot-val versenyző, emirátusokból érkezett Sheikh végzett. Szalai Balázsék láthatóan lassabban teljesítették a 3 kilométeres szakaszt, mint ahogy az várható lett volna tőlük. Az idejük 3 perc 25 másodperc lett, ami közel másfél perccel lassabb volt, mint a győztesé. A 10. helyen zárták a prológot. Tulajdonképpen jó is lett volna. Egy picit a benzintankban az üzemanyagot elmértük, úgyhogy minden jobb kanyarba megállt az autó, emiatt nem tudtunk jól menni. Az egyenesek jók voltak, de mikor jött a kanyar, akkor sajnos ott a kigyorsításnál problémáink voltak. De ez egy egyszerű pálya lett volna egyébként. Sajnos ez nem sikerült, de koncentrálunk holnapra. Ez a kötelező rossz házi feladat, csak hibázni lehet. Kicsit angódom, mert az a rövid 6 kilométeres etap alatt össze-vissza volt írva az itiner. Vissza is kellett mennem kétszer a gyorsnak a végére, hogy ide találjak. Nem, az első két jel az jött, utána már soha többet nem beszélgetett a valósága az itinerrel. Úgyhogy hát nem tudom, remélem, hogy az igazi gyorsokon nem ilyen lesz, mert akkor lesz vele bajunk. Bunkóczi László félelme nem volt alaptalan, mivel le is késték a szerviszparkba érés idejét 11 perccel, így rögtön az első nap 11 perc időbüntetést is kapott a csapat. Egy rövid szusszanás várt a nagy hőségben a versenyzőkre, este pedig Akaba főterén egy ünnepélyes ceremóniával folytatódott a Jordánbaha. Az eseményre a király távolétében az őt helyettesítő testvére Faisal bin Hussein herceg is ellátogatott. A Jordán himnusz után egy szkafandarba öltözött férfi vitte fel hozzá a nemzeti zászlót. Ő ezzel indította útjára a versenyzőket, többek között az Opel Dakar team párosát is.